Amit most készítünk, az hideg túrós sütemény. Amint látjátok, 4 darab tojás szétválasztva a fehérje a sárgájától, 30 dekagram kristálycukor került bele, ezt természetesen mérlegen nem érjük, és ezt a sárgájával fogjuk összekeverni. Akkor először a fehérjével kezdjük a felverését a habnak, tehát ezt robotgéppel csináljuk. Rendben, készen van a tojásfehérjének a habja, most pedig össze fogjuk szintén keverni a sárgáját is a kristálycukorral, valamint hozzá kerül 1,5 deciliter tej. Azért nem szabad a sárgájával kezdeni, mert akkor, ha belekerül a fehérjébe a sárgája, akkor nem fog felverődni a habbá, ezért vagy így betartjuk ezt a sorrendet, vagy elmossuk a robotgépünket. Tehát egy picit elkevertük a sárgáját a kristálycukorral, a tejnek körülbelül a felét tettük hozzá. Most belekerül 30 dekagram liszt, ez egy picit most sok lett. Ezt is elkeverjük, ezzel, hogy lágyabb legyen, közben hozzáönthetjük a maradék tejünket is. Ezzel a művelettel belekerülhet közben a szalakálink is. Egy kávéskanálnyit kell ebből beletennük, nem helyettesíthető mással. Időközben a sütőt előmelegítjük, mert előmelegített sütőbe kell majd tennünk a tésztáját. Tehát itt van a tészta alapja, most beletesszük még a 1,5 deciliter olajat is, étolajat is ebbe a masszába. Most óvatosan beletesszük a tészta masszájába levőkanállal a felvert tojásfehérje habot, és ezt szigorúan kanállal nagyon finoman összekeverjük. Ez azért lényeges, hogy ne géppel keverjük, mert összetörnénk a fehérje habot. Hát a keverés után a masszánk így fog kinézni, ez az gyakorlatilag a tészta alapja, amit ki fogunk sütni. Gyakorlatilag készen vagyunk a tészta alappal, ezért beletehetjük most már a tepsinkbe. Amint látjátok, ebben a tepsiben egy nagyon praktikus teflon fólia van, de sajnos ez nem éri végig a tepsit, ezért kénytelenek vagyunk kivajazni azokat a széleket, ahová nem ér el. Tehát javaslom nektek is, hogyha be tudjátok szerezni, akkor ilyen szuper kis teflon fóliát alkalmazatok, ha nem, akkor az egész tepsit ki kell, hogy vajazzátok. A vajazás után egy pici liszttel is megszórhatjuk, illetve a recept szerint meg is kell szórni a felületet. Jó, tehát így kerül bele a tésztánk, szépen elegyengetjük, mindenhol egyforma vastagságú legyen, és aztán mehet be a sütőbe. Bekerült a piskóta a sütőbe, közepes lángon, azaz 4-es fokozaton körülbelül 25 percig sütjük. Az első 10 percben szigorúan tilos kinyitni a sütő ajtaját, mert így nem fog feljönni a piskótánk. Amíg a sütőben sül a piskótánk, addig elkészítjük a töltelékét a süteményünknek. Érdemes még odafigyelni, hogy a legnagyobb tepsit alkalmazzuk a sütéshez, amit a gáztűzhelyünkhöz kaptunk, hiszen eléggé fel fog jönni ez a piskóta tészta, tehát meg fogunk lepődni, hogy mekkora adag lesz belőle. Nézzük, hogy mi szükséges a töltelékhez. 50 dekagram tehéntúró, 20 dekagram porcukor, 25 dekagram margarin, és 5 darab, 5 csomag vaníliás cukor. Talán soknak tűnik az 5, de ebből sem spórolhatunk semmit ki, tehát amiket hozzávalónak írunk, azt mindent bele kell tenni. Tehát belekerültek a tölteléknek az összetevői, és most összekeverjük szépen őket. Miután összekevertük a tölteléket, így fog kinézni. Közben elkészült a piskótánk, nézzük, tökéletes lett-e ez a tűpróba. Úgy látom, egy pici maradt rajta, de elviselhető. Jó, tehát elkészült a piskótánk. Egy picit furcsa szúró szagot áll, ez a szalakálynak köszönhető, ne lepődjünk meg rajta. A piskótánk kikerült a sütőből, tehát közben ki kell hűteni körülbelül szobahőmérsékletre. Most levesszük róla a sütőfóliát, és elvileg ketté kellene vágni, és úgy egymásra hajtani, de így túl vastag lenne a tésztánk, ezért mi nem csak félbevágjuk, hanem magát a tésztát is, keresztben is
el fogjuk vágni. Ezt a következő módon fogjuk kivitelezni. Ez egy hosszú és éles késre van természetesen szükségünk. Ez egy recés kenyérvágó kés, amivel éppen itt történik a vágás. Jó, tehát félbevágjátok, és aztán következnek a következő mozzanatok. Tehát félbevágás után így fog kinézni a piskótánk. Most megtöltjük a töltelékkel a piskótaszeletünket. Érdemes már a tálban elfeleznünk, hiszen 2 darab piskótánk lesz belőle. Az egyik felét tehát a piskótánknak megtöltjük, és aztán pedig rá fogjuk borítani a másik felet. Most akkor ráfordítjuk a piskótát. És gyakorlatilag meg is vagyunk a süteményünkkel. A piskóta széleit levágjuk, majd felkockázzuk a süteményünket. Miután felkockáztuk a süteményt, utána porcukor szóróval vagy egy egyszerű szitával megporcokrozzuk, és gyakorlatilag el is készült a hidegtúrós süteményünk.